Szép napot kívánok Önöknek! Volt régen egy magyar film, aminek az a címe, hogy a hölgy egy kissé bogaras. Nos, mai vendégemre a szó nemes értelmében mondhatom, hogy a hölgy egy kissé bogaras. Fogadják szeretettel Zimics Andrea ruhatervező, kreátor, alkotó, iparművészt, az Andrea Zimics márka megteremtőjét. Andrea, köszönöm, hogy jöttél, és azon csodálkozom, hogy nem bogaras ruhában vagy, mert hogy ugye a világon mondhatom, hogy egyedülálló az a kollekció, amit te megteremtettél, bogarak vannak a ruháidon. Olvasok egy mottódat, hogy hogy írsz, vagy hogy nyilatkoztál magadról, és aztán szerintem vágjunk a közepébe, hogy hogy kezdődött mindez. Így ír magáról Andrea Zimics. Több mint 2 évtizede dolgozom ruhatervező iparművészként. Gyermekkorom óta lételemem az alkotómunka, minden egyes darabnál tökéletességre és a művészi hatás megvalósítására törekszem. Kizárólag egyedi darabokat készítek, ezért nem adok ki a kezemből egyetlen munkafolyamatot sem, a tervezéstől a megvalósításig minden részletmunkát magam végzek. Így születnek a darabjaim igazán egyediek és megismételhetetlenek. Munkám során ruháim annyira hozzám nőnek, hogy mindegyiket szinte a gyerekemnek tekintem. Hát, mint ahogy általában a művészeknél így van ez, de el tudod őket engedni? Igen. Igen? Igen, de hogyha van lehetőség arra, hogy utánkövetéses legyen a dolog, tehát hogy tartsam a kapcsolatot a vásárlóval, akkor én azt mindig megragadom azt a lehetőséget, úgyhogy hozzám nyugodtan vissza lehet jönni, hogyha kihízta a ruhát az illető, vagy csak vörösboros lett, és valamit ki kell találni, ki kell javítani, és ezt természetesen ingyen vállalom. Mert nekem tényleg olyan, mintha a gyerekem lenne. Ez annyit dolgozom benne. Vele, igen. Hogy szeretném azt tudni, hogy tovább él. Tehát, hogy van jövője az én ruhámnak, és ehhez minden segítséget megadok annak, aki megvásárolta. Ugye, ahol nyilatkozol magadról, írod, vagy mondod, hogy gyermekkorod óta a lételemed az alkotó munka. Visszatudsz te arra emlékezni, vagy van ennek valami tetten érhető pillanata, hogy kezdődött ez nálad? Hát, mehetek bele részletekbe, abszolút, mert van. Kíváncsi vagyok, ugye, hogy én mindig hirdetem, hiszem, tudom, hogy minden feladatra születik valaki, igen, ugye. Igen. Te nyilván erre születtél, és bámulatos az, ami az eddigi életműved, de hogy kezdődött mindez? Ez úgy kezdődött, hogy nekem meggyőződésem, hogy én már az anyukám hasába tudtam varni. Ezt lehet, nem akarom, hogy varni. Mert kézügyességet azt tőle örököltem. Tehát rajzkészséget, fantáziát, ezt anyukámtól örököltem. Mert ugye ezek kellenek, szóval, hogy nagyon ennél sok összetevő valószínű nem megy, igen. De az, hogy maga a varrás hogyan jött, azt azért nem tudom meghatározni, mert ahogy a szülők megengedik, hogy egy gyerek tűt vegyen a kezébe, vagy bármilyen önveszélyes szerszámot, én biztos, hogy már kézzel vartam. Szóval te előbb tudtál varni, mint járni, meg beszélni. Nagyon hamar. Én nem is értem, és az a furcsa, hogy többen ugye kérdeztek már erről, meg magamnak is próbáltam így fejben utána járni, hogy ez hogyan is kezdődött, és olyan dolgok jutnak eszembe, amik még a régi kisdobos egyenruhához fűződnek, igen. Mert annak idején, hát én még ugye én voltam volt, kisdobos mindig elvesítettem, hogy a nyakkendőt soha igen. Nem talált. Na most képzeld el, hogy akkor még így jó farmer nadrág, vagy akár egy jó korbáson nadrág is csak akkor volt egy gyereknek, hogyha azt mondjuk Amerikából küldték, igen. Mert nem lehetett kapni sem. Nagyon nagy elérhetetlen dolgok voltak ezek egy jó farmer. Dolgok, így van. Úgyhogy nekem voltak rokonok Amerikába, úgyhogy tényleg küldtek, többnyire azt küldték, amit az ottani gyerekek kinőttek a családba, de hát én ennek is baromira örültem. És akkor ilyen nagy menőnek számítottál. Igen, de nem az a lényeg, hanem én arra emlékszem, hogy a kisdobos ruhának volt, tehát nem csak az úttörőink volt, ami fehér, hanem nem tudom, te még nem emlékszel szerintem erre. De hogy volt egy úgynevezett emlékszem. Gyakorlóink, ami ugyanúgy nézett ki, mint az úttörő, vagy kisdobosink, csak éppen ilyen bézs, drappos, homokszínű. Ja, inkább. Homokszínű volt. Tudom. Na most képzeld el, hogy én kitaláltam. Ez nem állt volna nekem jól, szóval, hogy... Ja, ezt ilyen táborokba, meg ilyen kirándulásokon, ilyen helyeken tették kötelezővé, hogy azt akkor viseljük. Viseltük is. Én úgy gondoltam, hogy milyen szuper lesz az, hogy az én kinőtt bordószínű kordbásony
amerikai Wrangler farmeromat összekombinálom ezzel a kisdobos munkainggel. És én lecseréltem a zsebeit a bordó kortbásony zsebekre, a vállapjait megcsináltam kortbásonyból, és én nekem volt egy olyan ingem, ami biztos, hogy abban az időben egy nagyon nagy újdonság volt. Neked senkinek, egyedi, ezt én kézzel vartam még. Kézzel? Ezt én kézzel vartam, de úgy, hogy azok az öltések olyan szépen jöttek egymás után, mint hogyha géppel lenne. A szüleid ezt úgy értékelték, persze, hogy te ilyen kreatív vagy? Én csak annak örültem, hogyha olyasmit kapok ajándékba, amiből valami készülhet. De nekem mindegy volt, hogy az egy darab rongy. Apukám például a munkahelyéről a géprongyokat hozta haza nekem. Akkor anyukám meg mindent, amit csak lehetett, megvásárolt. A filctollakat, a zsírkrétákat, amiből csak bármi készülhet, a sólisztvízgyurma, hát az volt a mindenem, szóval abból is rengeteg dolgot lehetett készíteni. Már 5 éves koromban a szüleim a vitrínben tartották azt a babát, amit én gyurmából készítettem. Úgyhogy nekem minden este úgy telt el, hogy ha becsuktam a szemem, úgy aludtam el, hogy már alig várom, hogy reggel legyen, és befejezzem azt, amit elkezdtem. Tehát az alkotás, az folyton, vagy a valamiféle ihletett állapotnál? Mindegy volt. Olyan környéken laktam, ahol virágzott ez a kis kézműves ipar a 7. kerületbe, és minden háznak az aljába több ilyen kis szatócsbolt, meg egyéb kis üzemecskék voltak, és én mindenhova bejáratos voltam. Úgyhogy a zokni készítőtől megkaptam ezeket a kis zokni darabkákat, gyönyörű színekbe, hát az nekem egy kincsnek számított. Akkor volt egy Schuster bácsi, akitől a kis bőrdarabkákat kaptam, ő megtanított engem bőrgombot készíteni, amit egy ilyen nagyon érdekes módon kivágsz egy kört a bőrből, beleszúrsz a közepébe egy tűt, és láng fölé tartod, és az gyönyörűen egyenletesen fog így begömbölyödni. Rá, igen, a magára a gombra így ráfordul, nem? Magától bezsugorodik, és hogyha ezt ügyesen forgatod, akkor teljesen egyenletes lesz. Úgyhogy itt vannak ezek a nagy trükkök, ugye a szakma nagy trükkjeit meg igen, kell tanulni. Igen, de volt például hanglemez borító gyártó üzem is az egyik ilyen kis szuterénbe, ahol azokat a kis köralakokat, ami ugye üres, és igen, ott látszott ki a hanglemez maga, meg ugye a feliratok, azokat a kis színes köröket én megkaptam. Na most ezeket ilyen stócokba, ahogy ezt kivágják, ugye, kaptam, és azokból meg mindenféle fali képeket készítettem, minden színbe voltak. Úgyhogy annyi ilyen emlékem van, mindenből csináltam valamit, mindenből. És az érdekes, hogy a mostani terveid és a mostani kreációidban is te mindig egy picit a múltat újraértelmezed, tovább viszed, és itt megdöbbenve hallgatom, hogy te már kisgyerekkorodban is tulajdonképpen ezt csináltad, hogy újraértelmezted, vagy újraértékelted a számodra hozzáférhető eszközöket. Ez egy családi dolog is nálunk. Szüleid hasonló foglalkozás? Édesanyám litográfus volt, térképeket rajzolt. Azért ott van. És ugye az elmondása alapján tudom, hogy a háború után, amikor ő ugye kislány volt még, akkor abból volt egy kis mellékjövedelme, hogy gyönyörűen lerajzolt divat mintákat készített. Tehát manökenek, ruhába, kabátba, és ezeket bevitte boltokba, és őt kitették a kirakatba, és ezért ő kapott pár forintot. Látod, a pici nagyon kis érdekes csírája, hogy valami igen, felcsillan, mert ugye a mai napig nekem a műhelyembe ott lógnak a falon, nem ezek a rajzok, hanem amiket később ő ugye, amikor tanulta már a rajzolást, amiket akkor készített, mert csodálatosak. Úgyhogy nekem ő mindig egy példakép volt, de neki nem volt lehetősége arra, hogy ez igazán kibontakozzon. De te kiteljesítetted ezt, vagy kiteljesíted, mert ez folyamatos? Hát remélem. Igazán nekem sem volt egyszerű ez a vonal, ha azt nézzük, hogy elkalandoztam a színművészeti főiskola felé. Mert hogy jelentkeztél, ugye, de igen, nem. A felvételi, és a képzőművészetébe se sikerült. A képzőművészetét értem, mert ugye egy nagyon kreatív, alkotó ember vagy, de a színművészetét, azt olvastam, és ezt akkor is fölmerült bennem a kérdés, hogy jött ehhez a színművészeti? Vagy van egy ilyen fajta szeretném magam megmutatniság benne? Semmiféle ilyesmi. Mert egy színészbe kell, hogy legyen. Nincs, csak egy olyan belső érzékenység és beleélési készség van bennem, ami miatt mindig imádtam a verseket, és
és az irodalom és a színház történet az nagyon közel állt hozzám mindig. Ezért, amikor már a kisképzőben nem vettek fel, akkor én jelentkeztem, ahol szintén felvételizni kellett, egy irodalmi drámai tagozatos gimnáziumba, ahova viszont felvettek. És akkor ez így elindult, hogy nagyon szerettem szavalni, úgyhogy már általános iskolában minden ilyen rendezvényen én szavaltam, én voltam a főszereplő. Szóval én ilyen karakteres ember vagy? Igen, de azt gondolom, hogy én, ami nehézé tette a pályaválasztást is egyébként, hogy sok mindenben voltam tehetséges, de semmiben nem annyira kiugró abban az időben, amikor kellett volna. Tehát nagyon jól tornáztam, megnyertem a magasugró versenyt, akkor megnyertem a fizika versenyt, megnyertem a kerületi rajzversenyt, és ez nem nagy képűség, mert egy 10-12 éves gyereknél ez egy fantasztikus dolog, de mindenben csak pont annyira voltam tehetséges, hogy nem az a nagyon kiugró, én azt hiszem. És hát a szavalás meg a színjátszás az ugyanígy a lételemen volt hosszú ideig, csak amikor gimnázium végén ráébredtem arra körülbelül akkor tájt, hogy ez milyen nehéz szakma, és hogy lelkileg ez nekem mennyire nagyon nem való, akkor én már csak azért jelentkeztem a színművészetire, hogy magamnak bizonyítsam, hogy nem ment kárba ez a 4 év, de természetesen itt sem ment kárba, mert azóta is imádom az irodalmat, és a verseket, és a költőket, és a festéseket, és minden művészetet egyébként. Úgyhogy ez valahogy így hozzátartozott ehhez az egészhez, ami én lettem. Úgyhogy ha nem lett volna ez az irodalmi drámai tagozat, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen komplex ez az egész, amit én csinálok. Na most, hogyha valaki azt mondtam majd a beszélgetés előtt, hogy téged tervező, vagy valami álmok megvalósítójaként kéne jellemezni, mert a divat tervező az valahogy nem illik hozzád. Szóval neked valami más kategóriát kéne teremtenünk, mert hogy te nem divatot tervezel, hanem te egy egészen egyedi stílust mutatsz meg a világnak a alkotásaiddal. De amikor elkezd egy tervező dolgozni, akkor mennyire nehéz áttörni az ismeretlenből való kiugrás, szóval ezt a falat, hogy még nem ismernek, mert ugye most már fölkapják a fejüket az emberek annyi bemutató meg megjelenés után. De amikor kezdő vagy, akkor itt egyáltalán segítik-e egymást a magyar tervezők? Hú, ez erre lehet, hogy nem én vagyok a legjobb alany, hogy ezt megkérdez. De te mit tapasztalsz? Nekem nincs jó tapasztalatom ezzel. Na, mert a festők meg a szobrászok nem segítik egymást. Ja, értem. Tehát akkor ezt meg te tudod ez igazolni másik művészeti által. Nem támogatják. Én olyan alkat vagyok, hogy mindenkinek mindenben segítek önzetlenül. Ez is valószínűleg otthonról jön. Mert az én szüleim nekem minden tekintetben példaképek, de még a nagymamám is. De jó, hogy ezt mondod. Ez óriási harmóniát és nagyon nagy emberséget ad neked egy egész életre. Így van. És az állatszeretet is ehhez csatlakozik, ami kitölti az életem egy nagyon-nagyon jelentős részét tölti ki. De én azt, amikor csapatban dolgoztam, mert próbáltam olyan csapatban tevékenykedni, ahol több tervező van együtt, nekem ez nem vált be. Tehát nem kaptam meg a jó indulatot, nem kaptam meg a támogatást, inkább az ellenkezőjét. Nem is szeretek ilyen kifejezéseket használni, hogy féltékenység, irítség, mert annyira csúnya dolog, és annyira méltatlan ehhez az egész szakmához. És nem érted. Meg a művészethez is. És érthetetlen, így van. De én kaptam ebből rendesen. És ezért is gondolom azt, hogy én nem véletlen az, hogy én mindig egyedül dolgozom. Segítek mindenkinek mindenben, amiben csak tudok, én mindent átadok, de úgy érzem, hogy a munka az az enyém. Tehát a tervezéstől a megvalósításig az az enyém. De az a legjobb része, nem? Hát nekem igen. Nekem tényleg az a legjobb része, és ezáltal tényleg magam sem tudom, hogy alakul ez ki, mert általában én fordítva tervezek. Mostanában már kezdek skiccelgezni. Az mit jelent, nekem, hogy fordítva? Hát, hogy először készül el a termék, és utána rajzolod le, vagy utána le kell rajzolni? Minden Nem. Meg általában én anyagot is úgy vásárolok, hogy az a legizgalmasabb, amikor azt se tudom, mi lesz belőle, csak megtetszik.
És mert akkor... hogy ez sokkal inspirálóbb nyilván, amikor vannak részletek, igen, és igen, valami igen, összeáll igen. belőle. De még mindig visszatérek az előző kérdésemre, hogy töröd át a falat? Hogy először is csinálsz egy kollekciót, és valahová meghívnak? Vagy hogy válik valaki elismert tervezővé? Hát nálam ez úgy alakult ki, hogy én autodidakta módon, de minden egyes lépését és fázisát saját magam végigjártam. Leonardo da Vinci is autodidakta volt, szóval, hogy csak azért mondom, hogy ez nagyon komoly. Ami ugyanakkor hiányosságokat is eredményez nyilvánvalóan, de rengeteg tapasztalatot és rengeteg tapasztalati olyan tudást, amit csak gyakorlati módon lehet megtanulni. Tehát én elkezdtem méretre varogatni szoknyákat, nadrágokat. Magadnak? Nem. Először magamnak, de már a gimnáziumban megrohamoztak a gimnazista társaim, hogy nekik is kell. Igen. És akkor még ugye semmit nem lehetett kapni, úgyhogy én színes lepedőket vásároltam, és abból készítettem a ruhákat, és anyukám a munkahelyéről hozott nekem asztralon tust, aminek az a tulajdonsága, hogy a semmiből nem mosható ki. Tehát az egy olyan, hogyha rápöttyinted bárhova, az már ott marad, azért nem is tudom meddig. Milyen színű? Ez fekete volt. Fekete. És akkor ezzel rajzoltam mindenféle képeket, ábrákat, mintákat ezekre a erre színes... Erre gyakorlatilag, igen. Erre a vászonra. Erre a vászonra. Hát már ez is milyen zseniális, ugye, hogy hát, gyakorlatilag grafikákat, festményeket. És tényleg szó szerint lenézték rólam. Tehát akkor még nem volt az ciki, hogy az utcán odajön valaki, és azt mondja, hogy te hol vetted ezt, hát ez baromira tetszik, én is szeretnék. Tehát ez így működött, hogy elmentem egy egyetemi klubba szórakozni, és ott nagyon hamar elterjedt, hogy én ezt magamnak csináltam, és onnantól kezdve jöttek hozzám az emberek. Nem kellett még egy névjegykártya se, nem kellett ehhez. De azért Facebook, ez nagyon jó. Semmi, igen, nem kellett. Ez siker. Hozzá. Igen. Úgyhogy nekem annyi munkám volt abban az időben, már gimnazista koromban is, amennyit megengedett ugye a szabadidőm, de utána meg végtelen. De ezért fizettek, hogy tervez nekik? Mert ez fontos, igen, hogy igen, kell, hogy anyagilag, igen, is visszajöjjön. Én mindig keveset kértem, mert soha nem... Én nem vagyok egy jó üzletasszony, és ez már valószínűleg nem is leszek. Úgyhogy egészen nem is tudom meghatározni ennek az értékét. Mert itt nem lehet csak az anyagot venni, nem is lehet soha nem tudom kiszámolni, mivel egyedi darabok, hogy mennyi a bekerülés, az elkészülési értéke. Nem tudom. Mert itt olyan valós és nem valós eszmei értékek is beépítésre kerülnek egy-egy műalkotásomban, ha lehet ezt így mondani. Műalkotásban, igen. Tehát egy csomó olyan régi kézimunkát is felhasználok, amit saját magam restaurálok már hosszú ideig, mielőtt még fel tudnám használni. Akkor olyan régi gyöngyhímzéseket, ruhadíszeket, amik magam sem tudom, hogy 100 vagy esetleg még régebbi időkből származnak, mert az anyag elhasználódásából következtetek arra, hogy ezek még régebbiek. Értem. Akkor a régi gombokat, a régi kitűzőket, a régi ezek anyagdarabokat, kincsek. Hát nekem ezek kincsek. De ezeket hol szerzed be? Mindenhol. Ez szó szerint, ha külföldön járok, meg ilyeneken. Ha belföldön, akkor ott, teljesen mindegy, de én lomtalanításnál is megyek, és viszem a kisollót, és ha egy szép gombot látok valami ócska ruhadarabon, kabáton, akkor azt is levágom. Úgyhogy a kislányom még óvodás volt, amikor már úgy ment óvodába, hogy üres hátizsákkal, és mire délután mentem érte, az egész óvoda tudta, hogy tudják, hogy miért üres a hátizsák, mert délután lomtalanításra megyünk gyűjtögetni, mert ő is imádott mindenfélét összeszedni. Úgyhogy ez... Gyönyörű, ahogy a régi értékeket, vagy régi általunk kincseknek nevezett, de ezek azok egyébként. Megmented, és újra tovább viszed, tovább éltetted ezeket a szép... Annyi történetem van ezzel kapcsolatban, hogy az hihetetlen. Hát képzeld el, hogy ez most jutott eszembe, szerintem ez 30 éve nem jutott eszembe ez a történet. És most talán, hogy a színművészetiről beszéltünk azért. A nagymamám velünk élt, és az ő ruhás szekrényének az aljába volt egy anyag. Egy lila alapon apró virágmintás, ő ezt úgy nevezte, hogy kifejezetten ez egy Halloween anyag. Értem. És azt mondta, hogy ez lavabelnek hívják, és ebből semmi más nem lehet készíteni, azóta se tudom, hogy lehet-e ilyen anyagot kapni. Nem tudom. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy Andikám, ez annyira gyűrődik, hogy én szívesen neked adom, de ebből nem fogsz tudni semmit csinálni. Na most nekem annyira tetszett ez a sungos, jóesésű,
ilyen nehéz sejemre emlékeztető anyag, amit ha így megfogtam, már meggyűrődött, akkor még nem lehetett ilyen gyűrött ruhákat kapni, ami később divattá vált. Tényleg egy időben minden... milyen nagy divat volt ez. Na de ez előtte volt jóval, tehát ez, igen. Mivel hogy én abba a ruhába mentem, a színművészetire, a felvételire. A nagymamád által. A nagymamám által 50 évvel azelőtt Halloween-nek vásárolt anyagból lett egy olyan ruha, ami hosszú évekig a kedvencem volt. Tehát ebből fodrot csinálni gyönyörűen lehetett. Egy mély kivágású, denevérújú blúz volt, egy térdigérő szoknyával, ami végig meg volt gyűrve. Akkor ilyen még nem volt, hát mi nejlon köppenyeket hordtunk. Igen, emlékszem. És az volt a menő, ha valami nem gyűrődik. Úgyhogy én csináltam egy olyat, ami már eleve gyűrött. Jól is elhatott-e a vöröses, gyönyörű ilyen reneszánsz hajat? Nagyon jó volt az a ruha, és sajnos nagyon csúnya véget ért, mert kölcsönkérte egy barátnőm, és valahogy sikerült neki valami olyan rossz minőségű centrifugába vagy mosógépbe berakni, ami teljesen szétszakította, javíthatatlanná tette. De mégis mondom, ez körülbelül, nem is tudom, hogy hány évtizede nem jutott eszembe ez a történet, és most látom magam előtte, hogy kinéztem ott a nagymamám legalsó polcán ezt a gyönyörű halványlila anyagot. Ja, és akkor még azt is mondta a nagymamám, hogy lilát kislányom csak a vénasszonyok meg a vénlányok hordanak. Ezt tegyük már tisztába, ezt a lila dolgot, én imádom. Én szerintem is. Szerintem én nagyon is. Különleges. Nem és is annyi árnyalata van. Szóval ilyen kicsit ilyen ezoterikus a lila már. És valami miatt szegény lilát így száműzték a nők, és akkor így azt mondják, hogy idős asszonyok viselnek. Meg a vénlányok, akik igen. nem mentek férhez. Igen. Az én nagymamám még de azzal olyan miért? Nem értem. Szegény nem lilát. Lehet, hogy így... tényleg abban az időben, a 20-as, 30-as években, régen. Akkor volt a nagymamám fiatal asszony. Lehet, hogy akkor valószínű, hogy tényleg, mert a nagymamámnak is nagyon jó ízlése volt, egyébként ő varrónő volt, és gyönyörűen dolgozott, de ő nem engedett hozzá nyúlni még a kisolójához se. Igen, ezt olvastam. Semmit nem engedett. De ez rosszul érintett nem, téged? Dehogy nem, is. Én tudtam, hogy azt hogy megbecsüli, igen. És én ugyanúgy tiszteltem a saját tűmet, ollómat, cérnámat, bármimet, amin volt, és ez a mai napig és ez a mai van. Napig így van. Így van. Így te van. Egyébként úgy elmész időközönként ilyen bevásárlóközpontokba, ahol különböző márkájú ruhákat árulnak, sem akarok ilyen márkaneveket mondani, igen. De bemész ezekre a helyekre? Bemegyek, és főleg azért megyek be, hogy lássam, hogy mi a divat. Hogy mi az, ami már túl sok, mi az, amiből nincsen még. Muszáj tájékozódni, hogyha elkezdenék olyan ruhákat készíteni, ami csak régiségekből áll, és úgy néz ki, mint egy korabeli holmi, azt manapság nem tudják már viselni az emberek. Tehát a divatot muszáj követnem. Nem úgy van, hogy ti csináljátok a divatot? Vagy hogy ti én dobtok nem be? Nem én csinálod? Nem. De nem is célod ez, hogy van? Nem célom, viszont az... Tőlem függetlenül kialakultak azok a stílusjegyek, amik az én munkámra jellemzőek, és nagyon jól eső visszajelzések azok, hogy folyamatosan kapom a kis Facebook és Instagram hozzászólásokat, hogy messziről megismertem a ruhádat. És ez annyira jó érzés, mert erre én nem törekedtem, ezért én nem tettem semmit. Ez így alakul. Ez mind belülről jön, nem is tudok máshogy nyúlni egy anyaghoz, vagy egy kompozícióhoz. Abba mindig látszik az, hogy az az én kezem munkája. Nos, csak a nézőket szeretném beavatni, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt egy iparművészeti bemutatón vagy vásáron láttam Andrea Zimic ruháit először. Igazából őt nem is vettem észre, mert hogy a ruhákra figyeltem. Elmentem és a Magyar Tervezők gyönyörű kollekcióit csodáltam. Befordultam az egyik terembe is, elállt a szavam, és elkezdtem fogdosgatni a ruhákat, hogy Uram, Isten, hát én nem is láttam még soha életemben ilyen tervezésű ruhákat, és utána láttalak meg téged kedvesen mosolyogva. De akkor már kész volt a bogaras kollekció. Akkor szerintem. Már ez a bogaras kollekció ugye, volt, mindjárt mesélünk, mert most már szegény nézők nem tudják, hogy miért bogarazunk itt folyamatosan. Igen. De még az egy kérdésem visszatérve erre a mai modern divatházakra vagy ruhákra, hogy te vásárolsz magadnak ilyen ruhákat? Én annyira szeretem a feketét, hogy vásárolok ilyen egyszerű, mint ami most is rajtam igen. van. Igen. Van, hogy hozzányúlsz kicsit tovább. Hajaj. Hajaj. Van, igen. Azt is érdekes, hogy ismerek több ruha tervezőt,
és általában feketében vannak. Ezen én tudod, mennyit gondolkodtam, hogy ez vajon miért alakul ki? Mert hogy túl sok anyaggal, túl lehet. Sok ruhával dolgoztok, valószínű. És mindig inkább a letisztultabb irány felé haladtok? Nem tudom, mert ezen lehet, hogy még mindig éretlen vagyok ahhoz, hogy erre rájöjjek, hogy ez mitől van. Viszont a letisztultság az részemről egy annyira kerülendő kifejezés, mert olyan mértékben utálom a minimált, és hogy ez ennyire nagy teret nyert magának minden tekintetben a mai világban, hogy ezt, ha lehetne, akkor inkább tele aggatnám magam mindennel. Tehát nem a letisztultság, nem szerintem tudom. Szerintem a letisztultságot én sem szeretem egyébként. Pont a napokban valaki nyilatkozott, egy egyszerű ilyen katonazöld overall volt rajta, és mondta, hogy ő egy letisztult. És én meg úgy éreztem, hogy nem letisztult, hanem kényelmes. Mert igen. Hogy a ruhát, ezt viselnénk annyival kell. Annyival jobb ami kifejezések, igen. És tényleg a magyar nyelv annyi mindent felkínál. De te viseled a ruháidat, mert én legutóbb igen, a saját igen. tervezési ruháimat láttalak. Én nagyon szeretem a saját ruháimat, azokat mindig úgy csinálom, hogy lehetőleg az én alkatomnak megfelelő legyen, mert ez sem mindegy, ezért is nehéz az én ruháimat méretre készíteni, mert ha jön egy olyan hölgy, aki mondjuk mellben erősebb, akkor annak nem tehetek ide egy ekkora bogarat. Igen. Mert onnantól kezdve elveszíti a szépségét, a finomságát, amit én ebbe azért szeretek beletervezni, a romantikát, a természet ihletettséget, a színeket, a finomságot. Én úgy gondolom, hogy ez szinte minden darabomba benne van, akár elegáns ruhát tervezek, akár hétköznapi ruhát tervezek. Minden darabodban benne van, és többféle kort vegyítesz a darabjaidban. Egyébként, hogyha valami, nem is tudom, valami környezettudat, valami király lennék, akinek a környezettudatosság, vagy a tudatosságot kéne hangsúlyozni, akkor biztos vagyok benne, hogy csak veled terveztetnék ruhákat, mert hogy erről is árulkodnak a te ruháid, ugye, hogy te a régi kelengyeládák tartalmát, ahogy írod, mind-mind érték számodra, ugye erről már beszéltünk is, hogy ezeket ugye ötvözöd a régit az újjal, meg igen. Tovább élteted ezeket a régi kincseket. Nagyon fontosnak tartom. De hogy nagyon fontos számodra az is, hogy a bolygónk, igen. Szóval, hogy a tudatosságot ezért emeltem be, hogy te egy ilyen bolygóvédő, környezettudatos, ilyen kevesebb hulladék termelését hirdeted, és ez mind-mind benne van a ruháidban. Nagyon fontosnak tartom. Tehát én annyira tisztelem az életet minden formájában. Tehát a növényektől kezdve, az összes vegetációt, mindent, az állatokat, a rovarokat, mindent, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy senkinek ne ártsunk, senkit ne tüntessünk el, csak azért, mert esetleg büdös, vagy csíp, vagy... Tehát, hogy mindenki élhesse szabadon a saját életét, és ez valahol a ruháimban is benne van, hogy én próbálok nem csak jelent adni ezeknek az elkészült daraboknak, hanem múltat, és reményeim szerint jövőt is. Tehát ezért szeretném azt, hogyha lehetőségem lenne minden egyes vásárlómmal kapcsolatban maradni, mert én elmesélem annak a kis csipkének a történetét, ami abban benne van. Vagy ha nem tudom a történetét, akkor elmesélem azt, hogy nekem mi jutott erről eszembe. Hogy egy apáca munkáról nekem az jut eszembe, hogy lehet, hogy ezt hónapokon keresztül gyertyafény mellett készítette valaki, és most is itt a trikó alatt érzem, igen. Hogy a hideg ráz. És lehet, hogy meditált, imádkozott közben, igen. És mind-mind az benne van abban a darabban, igen. Mert az belevarja. Igen, úgyhogy én nekem olyan becsülete van egy-egy darabnak, sokszor a legrejtettebb, legapróbb kis másfél centis ruhad részletből lesz a következő ruhának a középpontja. Mert én úgy éreztem, hogy ez méltó ahhoz, hogy e köré teremtsek egy egész koncepciót, mellé készítsek még oda 20 anyagot, amiből mondjuk 5-6 bele is fog kerülni. Tehát én mindent megtervezek. Itt nem össze-vissza a válogatás nélkül véletlenszerűen kerülnek egymásra a darabok, hanem sokszor heteken keresztül csak nézegetem az anyagokat, leteszem a földre magam köré, és figyelem.
és valahogy szinte maguktól odavásznak a helyükre. Ezt nem tudom máshogy megfogalmazni. Értem. Tehát ez annyira belülről jön nekem, és ezzel a környezettudatossággal is így vagyok, hogy én nem szeretném meglovagolni ezt a mostani irányzatot. Tudom. Mert mindenki ezt teszi, sajnos. De te szívből csinálod. Hanem én ugyanezt csináltam 30 évvel ezelőtt is. Tehát ugyanennyire fontosnak tartottam a környezet megóvását, mint amennyire most. Most több lehetőség van, mert ugye gyűjthetjük szelektív a hulladékot. Állítólag az Unióban most már nagyon, nem is tudom, talán egy-két éven belül bevezetik, hogy a textilt is külön kell egyébként majd gyűjtenünk. Mi a véleményed arról, mert például engem nagyon zavar, én legutóbb elmentem, hogy valami meleg ruhát keressek magamnak, fázékony ember vagyok, de úgy szeretnék meleg ruhát, hogy az elegáns is legyen, mert számomra ez fontos kritérium. Nem vettem semmit, mert minden csupa műszál, tiszta műanyag minden. És én ettől megőrülök. Szóval, hogy nekem, én nagyon szeretnék bársonyokba, vagy ilyen régi, azt mondják régi anyag. Én, és ott van rajta egy gyönyörű bársony. Én nagyon szeretnék ilyen ruhákba járni, viselni. Egyébként, ami most még az előbb eszembe jutott, te megtanítasz minket a ruha tiszteletére. Szeretném. Nagyon szeretném. Mert hogy ez a gondolat suhant át a lelkemben, miközben hallgattalak téged, hogy nagyon tisztelnünk kell, hiszen a ruha minket megmutat, szolgál, betakar. Ugye? Olyan utal arra, hogy milyen is vagyok én, ugye? Vagy milyen lelki állapotban vagyok. Mert pontosan. Azért mindig más. Mindig másba. Szóval, hogy visszatérve erre, hogy ez a sok műanyag, ez a ömlesztve az üzletek, de ömlik a rengeteg műanyag áru, hogy ez nagyon rossz irány szerintem. Sajnos rossz irány, és sajnos el van kendőzve, sajnos nagyon-nagyon kevés valós információt kapunk erről. Nem tudjuk, hogy egy-egy műszálas ruhadarab több mint 200 évig bomlik le. 200 évig, igen. Én ennek utána néztem, mert tényleg érdekel. És olyan adatokat és olyan információkat találtam, ami annyira ijesztő, hogy én nem is tudom, hogy lehet, hogy ez nincs nyilvánosság előtt. Hát például Chilébe évente 40, 45 vagy 50 ezer tonnányi használaton kívüli ruhadarab érkezik az Akatama sivatagba. Évente. Ennek a nagy része nem is kelt el. Tehát tonna szám érkezik a sivatagba. Igen, és ebből még viszonteladók csempészek még valamennyit hasznosítanak, igen, belőle, és a többi ott marad. És hegyekben áll. 39 ezer tonna évente. 39 ezer tonna minden évben. És nyilván nem csak ott. És a 2000-es évektől a 2014-es évekig a ruhaipar termelése megkétszereződött. Na ezt érzem, hogy súlykolják az emberekbe azt, hogy vásárolj, attól minden nő azzal kezdi, hogy nincs mit fölvenni, igen, szóval, hogy nem tudnak, nincs egy kialakult koncept, meg kéne tanítani a nőknek, hogy valahogy legyen egy alapruhatáruk, amit szépen variálhatnak, és nem feltétlenül kell minden alkalomra újat venni, hanem viselni tudni kell ezeket, vagy ötvözni egymással a ruhadarabokat. Én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert van egy 13 éves kamaszlányom. De ő nagyon jó helyzetben van, hogy tervező az édesanyja. Mert a kamaszkor az pontosan arról szól, hogy a lehetőségekhez képest mindennel ellenkezzen, amit én mondok. Ja, tehát igen, semmi nem jó, amit meg én csinálok. Meg ő ilyen menő akar lenni, hogy ezeket a mai trendeket igen, követi? Igen, és egyszerűen úgy látszik, egy anyai, egy apai szeretet és eszköztár nem elegendő ahhoz, hogy lemossa a TikTokot, meg a társaságot, aki őt körülveszi. Mert én nem tudom őt rávenni arra, hogy az általam készített ruhákban járjon. Nem lehet, hogy ez egyrészt élettani, hogy életkori sajátosság, nem lehet, hogy majd eltelik egy pár év, és hagy fogalmazzak így, és nem bántóan mondom, hogy megjön az esze? Érted, hogy egy idő után majd rájön, hogy az édesanyja milyen értéket képvisel a ruhaterveivel, és majd egy idő után azt fogja mondani, hogy hoppá, hát én egyedi szeretnék lenni, és az édesanyám ruháit viselni.
Én nagyon szeretném, még hogy nagyon, így legyen. Erőltetni nem tudom. Nem tudod, megpróbáltam, és nagyon jó volt az az időszak, amikor még én vartam neki, amikor még én öltöztettem, és tetszett neki, ha valami csillog, ha valami több minden történik. Most már nem, nem. Nagyon egyszerű dolgokat, tehát megint visszajön ez a letisztult kifejezés, amit nem szeretek, de olyanokat készítek neki, és azokat szívesen viselik. Azokat szívesen. Igen, igen, igen. Na most akkor térjünk rá a lényegre, a bogaras, a bogarassal kezdtem, hogy hogy jött neked ez, hogy csak a nézőknek, hogy közérthetővé tegyem, Andrea gyönyörű kollekcióin, szitakötők, bogarak, legyek, különböző kitimpáncélos bogarak, nem is tudom, segíts nekem kérlek, hogy mennyiféle állat szerepel a te ruháidon. Én viseltem, volt szerencsém egy divatbemutatón a modelled lenni. Elképesztő jól éreztem magam a ruhádba, és itt a mellkasomon egy gyönyörű szitakötő volt a ruhámon. Nekem az egyik kedvenc állatom a szitakötő. Nem földi lények szerintem. Igen, de szóval, mondjuk a szitakötő legalább egy eléggé köztiszteletnek örvend, mert szép. De mi van a legyekkel? Mert hogy neked egy mennyasszonyi ruhád nyert. A mennyasszonyi ruhám a légyen. Igen, igen. Ezt viccnek szántam. Tehát én viccként küldtem el az év mennyasszonyi ruha versenyére. Nem első helyezett lettem, de bejutottam a szakmai zsűri által kiválasztott 27 top ruhába. De ezen települtél meg a legjobban. Ezt így, ahogy mondod, és annyira jó érzés volt kapni a kommenteket, hogy újra értelmeztem a mennyasszonyi ruhákat, akkor, hogy most életükbe először látják szépnek ezt a rovart. Hát fantasztikus megfogalmazások jönnek ki ilyenkor, ami olyan örömmel töltött el, hogy ezt el nem tudom mondani, mert én csak egy legyet tettem rá arra a mennyasszonyi ruhára, úgy, ahogy én azt gondoltam, olyan környezetbe, olyan gyöngyökkel kidíszítve, olyan sejmekkel és bársonyokkal összetársítva, amik tényleg megszépítik ezt a rovart. Ez a célod? Igen, azért, igen. Azért, mert ugye nyomtatsz is képeket, igen, különböző igen. Rovarokról, bogarakról, állatokról, és ezeket elhelyezed a ruhán. Az a célod, hogy megemeld ezeket az állatokat, szóval, hogy megmutasd, hogy szép, mennyire szépek. Igen. Gyönyörű a mintázatuk. És ezek nem csak az élő állatokról készült fotók, amik az anyagra lesznek nyomtatva, hanem különböző műalkotások, mert azért a régebbi korok azért már ezt észrevették, nem én vagyok az első, aki észreveszi azt, hogy a rovarokban micsoda különleges formák és színvilág és egyebek vannak, úgyhogy azért a régi korokban rengeteg ékszer készült rovarok mintázata így után. Van. Tehát mintájára, tehát teljesen élethű, de a smaragdtól kezdve a gyémántig, az aranyig, ezüstig és minden egyéb cizellált, vésett és egyéb módon megmunkált technikákkal készültek ezek az ékszerek. Alkalmazol is egy szitakötőt is, ugye? Jaj, hát a kedvencem a René Lalik üvegműves és ékszerkészítő, aki a 20-as években tevékenykedett, hát az ő munkái a szecesszió jegyében, amiket ő készített, az olyan, hogy most megint érzem, hogy az összes szőrszálam feláll, és az ő szitakötője például, a tiéden azt hiszem nem Lalik féle volt, nem. De ez is egy ékszer volt, ami a te szitakötős ruhádon volt, tehát ezeket gyakrabban is alkalmazom. Tehát nem csak egyszer használom fel, mint ahogy a legtöbbet igen. Általában, hanem ezeket gyakrabban is, mert annyira szeretem, és olyan szépnek látom, és úgy gondolom, hogy megérdemlik, hogy össze legyenek párosítva egy bársonnyal, egy gyöngyel, egy kristállyal akár. Úgyhogy, meg hát azért gondoljunk bele, hogy ilyeneket mi már csak múzeumban láthatunk, tehát ennek az eredetiét vagy képen, vagy interneten, vagy maximum a múzeumban. Tehát szerintem az, hogy ez rákerül egy ruhára, ez talán nem sértés a művész számára sem, hogy én ezt oda helyezem. Él. Igen, igen, úgyhogy ez a célom vele. Meg mondom, én például annyira állatvédő vagyok, hogy sajnos én még egy egy szúnyogot sem ütök le. Tehát egy kicsit már lehet, hogy túlzásba is viszem, meggondolni nem szeretnék, de tényleg olyan szinten tisztelem, hogy amennyi egy normális feleség, családanya, stb. Életébe belefér, tehát nyilván, hogy nem hagyom, hogy a gyerekemet a darazsak csipkedjék, de amennyi csak belefér,
annyira vállalok be toleranciát a körülöttem élő természettel. Tehát mindenben megóvom őket, amiben csak lehet. Ezért mondtam, hogy ha én egy király lennék, a környezettudatos tervezőm te lennél, mert hogy neked erről ezt sugallják a Nekem ruháit. A kertem is ilyen. A kerted is? A kertem is. A kertem is ilyen. Egyszer beküldtem egy Facebook oldalra pár fotót a kertemről, mert egyszerűen utáltam azt, hogy mindenki olyan kérdéseket tesz fel, hogy hogy írtsam ki ezt a kártevőt, hogy írtsam ki azt a kártevőt, megeszik a mesztelen csigák a zöldségeimet, megeszik a poloskák a mit tudom én melyik bogyómat. És akkor én föltettem egy pár képet az én kertemről, ahol semmit nem írtok ki. Tiszteletben tartom mindenkinek az együttélését, és olyan gyönyörű szépen működik minden. Igaz, hogy a mestelen csigáim azok a cicakaját eszik boldogan, a sünökkel és a macskákkal és a rókákkal és a nyestekkel együtt, de nem eszik meg a növényeimet. És a poloska, hát a poloska az számomra egy teljesen különleges. Pedig azt mindenki gyűlöli. Na most ezt úgy képzeld el, hogy az emberek többsége nem mer hozzáérni. Igen. Na most ezek ugye megint csak nem maguknak köszönhetik a klímaváltozást, és hogy ők szegények áttelelnek, és ezrével jönnek be a lakásunkba. Nem ők tehetnek róla, erről is csak mi tehetünk. De nekem még soha nem volt büdös a kezem a... Mert ugye a poloska az félelmében bocsátja ki ezt a bűzt. Úgy látszik, én még soha nem fogtam meg olyan erővel ezt a szerencsétlen rovart, hogy ő kibocsátsa magából ezt a folyadékot, mert nekem mindig sikerül úgy kihelyezni a természetbe az ő sajátos otthonába, hogy nem leszek büdös tőle. Meg ha belegondolok, hogy a mezei poloskának ez a pajzs alakú háta, hát forma, amióta, ez egy olyan művészileg megtervezett mintázat. Ugye? És igen. Azért, ha belegondolunk, sokkal nagyobb respektje kéne, hogy legyen, hát a pajzs alakú címerek igen. Évszázadok óta. Hát ez mind innen jöhet csak, nem néztem utána, nem vagyok rovarkutató, meg történése, de hát amióta csak harcolnak az emberek, az ókori görögök, azok is ezt a pajzsformát használják, hát valószínűleg... Meg a címerek, meg minden alapja. Tehát ezt csak látja az is, aki utálja, nem? Mindig ugye a világból vesszük az ötleteket. Igen, szóval de hát ez biztos, hogy onnan származik. Vesszük el. Ez biztos, hogy a rovarok egyik családjából származik. Ez a bogaras kollekciód mennyire sikeres mondjuk a vásárlóid körében? Tehát van, aki úgy megy oda hozzád, hogy ő mindenképpen mondjuk egy szarvasbogarat szeretne a ruhájára, szóval hogy kéri, hogy milyen állat legyen a ruhán? Van egy-két olyan vendégem, vásárlóm, aki szintén vonzódik a rovarokhoz, bogarakhoz. Tehát a szobája falán is elküldte nekem a képet, hogy egy ekkora fémből készült bogárkompozíció van. Tehát van ilyen is. De én ezt a kollekciót elsősorban a bemutatás kedvéért készítettem, és tulajdonképpen inkább a saját örömömre, és meglepően tapasztaltam, hogy megvásárolják ezeket a ruhákat. Amin egy ekkora légy van, igen. És egy ekkora szarvasbogár. Pedig ugye a legyet is mindenki utálja, meg mindenki kergeti, meg tényleg fújják, mit csinálnak. És milyen érdekes, hogy mennyire másképp tekint az ember, amikor a ruháidon látja, mert hogy úgy elkezdett megszeretni, vagy rájössz arra, hogy jé, hát ez nem is olyan kellemetlen. Ez a legnagyobb elismerés számomra. Igen. Úgyhogy ennek a kollekciónak tényleg nagy sikere volt, ki is bővítettem, nem csak egy bemutatóra készítettem a szokásos 10-12 darabot,12 darab általában az egyszerre felsorakoztatott ruhák száma, hanem ki lett bővítve, és a következő bemutatón egy másik színhelyen, ott már lecseréltem a felét, és újakkal egészítettem ki. Igen. Minden munkafolyamatot, ahogy mondtad is, te magad végzel. Igen. Lehet ez bírni fizikailag? Hát muszáj nyilván, de hogy ez... Olyan örömet okoz, olyan öröm. Hogy ezt nincs igényed órákba. Arra, hogy legyen mondjuk segéded, aki a, nem tudom én, nem lehet, mert te ez annyira a baj, egyedi. Ez a baj. Hát igen, nem tudom találnék-e, valószínűleg nem is találnék. Hát még egy bogaras tervező. Mert minden egyes mozzanat annyira az én szívemből, lelkemből fakad,
hogy ezt hogy adjam át egy olyannak, akinek ez a munkája, és pénzt fog kapni érte? Tehát hogy lehet ezt szívvel, lélekkel végezni úgy, hogy ő neki nem belülről jön, hanem egy utasítás. Az sehol, semmit nem. Hát minden szívből kell csinálni. Én is nagyon örülnék neki, hogyha ez úgy működne, mint a többi tervezőnél, hogy mondjuk lenne háromszor ennyi időm egy nap, tehát nem 24 órából állna egy napom, és mondjuk nem szeretnék ennyire aludni, hanem sokkal több lenne a munkára szánható idő, meg a tervezésre, akkor biztos lenne egy olyan kollekcióm, amit saját magam készítek, és lenne egy olyan, amiben meg olyan elemek vannak, amit azért meg tud valósítani más is, tehát utasításra, egyéb nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy akár méret, na, belezavarodtam egy kicsit. Szóval mindegy, hogy segít, ennyire nem gondolkodtam még ezen, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni. Tehát én nem tudok szériát készítetni. Értem. Ugye minden darab egyedi. Minden darab egyedi. Hasonlót egyébként hajlandó vagyok készíteni, de csak addig, ameddig engem az gyönyörködtet. Tehát én ugyanazt megcsinálni nem tudom, mert egyszerűen az már nekem... Nyilván nem is akarod. Na most ugye hamarosan nyílik a Galamb utca 7-ben a szalonod. Igen. Nézőknek mondom, hogy az 5. kerület Galamb utca 7-ben majd Andrea Zimics ruháit fölpróbálhatják, megvásárolhatják, beszélgethetnek a művésznővel. Az jutott eszembe, miközben ugye morfondíroztam ezen, hogy új szalont nyitsz, és nagyon örülök neki, mert hogy így elérhetőbbé leszel ugye nekünk, igen, nőknek, vendégeidnek, megrendelőidnek, hogy még a cím is Galamb, szóval, hogy egy ilyen, a Galamb, ugye milyen jó... És az üzlet neve is az lesz, csak nem magyarul. Tényleg? Igen. Sokat törtem a fejem, és ez pigeon. Ó, szóval, hogy még a címed is egy gyönyörű békességet, ugye Noénak is, a galamb milyen jó szimbólum. Igen. Hát nem kezdem el sorolni, hogy mennyire ugye jó szimbólum. Érdekes a galamb. Dolog a Picasso galambjától menjünk ugye Noéig. Már egyébként töröm is a fejem a galambos kollekció. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy galambos kollekció lesz. Hát az hogy mert ezt imádni fogják szerintem lesz, a nők. Lesz. Ugye a városi galambot kevésbé, de azt a fehér békés, ezt az angyali galambot, igen, mindenki szereti. Igen, de én legszívesebben városi galambnak neveztem volna az üzletet. Pontosan ez. Városi galamb? Igen. Hogy egy kicsit jobban szeressük? Erről lebeszéltek, igen. Igen, nekem a városi galamb gyerekkorom óta egy olyan velünk együtt élő nagyon madár, ami számomra nagyon kedves. Tehát én a mai napig, hogyha kis fiókát találok az utcán, azt én hazaviszem és felnevelem. De én még sose találtam. Hát erre speciálisan egy belső antennának kell lenni szerintem, mert én biztos, hogy oda fogok nézni a bokor mögé, vagy a nem tudom milyen kerítés lábazata mögé, ahol ott van. Biztos. Tehát én minden szezonban találok galambot. Szinte minden szezonban. És a Galamb utca 7-be költözünk a szalonon. Azt lehet már tudni, vagy azt tudod nekem mondani, hogy mikor nyílik? Valószínű már karácsony előtt, tehát már az utolsó simításokat csináljuk, és az üzlet is olyan lesz, mint amilyen én vagyok, úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy rengeteg régi tárgyam van, szinte gyerekkorom óta gyűjtöm azokat is, a régi tárgyakat, úgyhogy olyan lámpák, olyan kiegészítők lesznek. Ez egy varázsműhely lesz. Olyan tükrök, szóval már alig várom, hogy az összképet lássam, mert ugye még mindig csak részleteiben látom. Lehet, hogy a boszorkány égetések idején elégettek volna bennünket. Lehet. De hál' Istennek, hogy már azok az évek elmúltak. Mit kívánjak neked a szalon nyitáshoz? Nyilván sok vendéget, sok vevőt. Sok megrendelőt. Jó lenne. Jó lenne. Jó lenne, persze. Hát akkor nagyon sok megrendelőt, nagyon sok vendéget, és hihetetlenül sok boldog alkotó pillanatot kívánok neked, Andrea. Köszönöm, hogy eljöttél, és maradj ilyen bogaros, mint amilyen. Köszönöm amilyen szépen most vagy, a meghívást mi imádjuk, és a lehetőséget. Imádjuk a te bogaros kollekciódat is, meg a te gyönyörű szelíd lelkedet, ami olyan, mint egy galamb. Nagyon szépen köszönöm. Látják, mondtam, hogy a hölgy egy kissé bogaras, és be is bizonyítottuk a végére, hogy igen, Zimics Andrea kollekcióit keressék, figyeljék, a Galamb utcában karácsony előtt már vele is tudnak találkozni.
azt hiszem, hogy megtanít minket arra, hogy tiszteljük ezt az univerzumot, ezt a világot, a Föld nevű bolygót, hiszen ez ad nekünk otthont, és tisztelettel és szeretettel tekintsünk a természet minden legapróbb rovar, állat, bármiféle repülő, csúszó, mászó élőlényére, mert hogy így kerek a világ is. Ezek nem véletlen, hogy itt vannak velünk. Minden jót kívánok!